Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Az ő gondolatait középen látjuk itt felül és alul. Jelenleg még visszahúzódó nyugalomra vágyik, vannak tervek, elképzelések, meditál e felett, de tudja azt, hogy minden jóra fordul, hiszen ez a csillag szerencsét hoz, azon kívül azt is jelenti, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva, tehát megvan nála ez a bizalom. Hogyan érzi magát az itt látható bal oldalon? Jelenleg még úgy érzi, hogy minden a feje tetejére állt, és nincs meg a talaj a lába alatt. De nem marad így a helyzet, hiszen uralkodni fog a helyzet felett, uralkodni fog az érzelmei felett, meg lesz a hit, meg lesz a bizalom, sőt a belső egyensúly, a nyugalom is. Mit fog tenni? Azt itt látjuk jobb oldalon, útban van hozzád, az is lehet, hogy tervez veled egy kirándulást, szeret téged, erről beszámol, sőt, elmondja az álmait, a vágyait, az elképzeléseit. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt lesz egy új kezdet, és itt a kelyhekről van szó. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket, itt megvan a szeretet, a szerelem, a mély érzelmek, a lehetőségek, egy új kezdet, a vidámság, családalapítás. Itt azért vannak, illetve voltak kihívások, ezért jelenleg még kicsit visszahúzódó, hiszen kell a belső erő, kell számára a nyugalom, de jelentkezni fog. Milyen érdekes, hogy itt is ugyanarról a kártyáról van szó, de fordítva. Minden a feje tetejére állt, de itt már fordul a kocka, hiszen változik a hozzáállása, itt a feje fölött megjelenik a fény, lesznek tiszta gondolatok, és a lába megérinti a földet. Itt útban van hozzád, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, lehet, hogy kicsit türelmetlen, holott fontos lenne még a nyugalom, a belső egyensúly. Itt megvan a hite, megvan az élet ereje, megvan a belső erő is, hiszen hisz abban, hogy minden jóra fordul. Itt is látható, hogy útban van hozzád, lehet, hogy kicsit elsieti még a dolgokat, holott jelenleg még visszahúzódó, de lesz itt egy fordulat, és akkor változnak az irányok, változik a helyzet. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy tervez veled egy utazást, vagy hogy útban van hozzád. Nyitott lesz, kimutatja az érzelmeit. Ő úgy érzi, hogy benne vagy egy szűkös helyzetben, de segíteni fog, kiléptek ebből a helyzetből. Ez lehet a munkahelyi viszony, vagy még egy párkapcsolat, vagy az anyagi helyzet, de minden javulni fog, hiszen ez a kártya utal a felszabadulás érzetére.
az ő jelenlegi helyzete. Itt lesznek olyan sorsdöntő események, változások, döntések a te jelenlegi helyzeted. Itt is látható, hogy lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Néha ő intézkedik, néha te irányítod ezt a hintót. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!